Megnyílt Kecskemét első közösségi irodája a Forrás utcában, a magánberuházásban elkészült irodában tárgyalóhelyiséget, munkaállomásokat vehetnek bérbe azok, akik nem szeretnének vagy nem tudnak egy saját irodát fenntartani. A projekt megálmodója Cinkóczi Dori Szilvia ma mutatta be a Forrás inspiratív közösségi irodát az érdeklődőknek. Nagyon fontos, hogy gyermekekkel is lehet hozzánk érkezni a tematikus napjainkon, például a gyereked, amikor gyerekkel lehet érkezni, pelenkázót is kialakítottunk a szociális helységben. Az átadó rendezvényen a város önkormányzatát Falu György alpolgármester képviselte, aki köszöntőjében elmondta, dicséretes az, amikor valaki nem segítséget kér, hanem másoknak szeretne segíteni a boldogulásban. Természetesen a tisztaságra és a környezetvédelemre is figyelnek. Kiemelt figyelmet szentelünk a tisztaságra, clean desk technológiával működünk, tehát minden nap letörlésre kerülnek az üres asztalok, és kérjük ezt a bérlőinktől is, illetve benne van a házirendbe, hogy ezt tartsák be, hogy meg tudjuk valósítani a tisztántartást, illetve zöld irodaként funkcionálunk. Az egymás melletti munka elindíthatja a közösséggé kovácsolódást és a kapcsolatépítést, így az irodában egymástól is inspirálódhatnak a bérlők.